Sziasztok, én Günther vagyok, itt vagyunk a Petőfi Rádió stúdiójában, megérkezett hozzánk a Belmondó is, akik hamarosan előadják majd az akusztikus verziót a Miért ne higgyen című dalból. Sokat hezitáltunk, hogy jelentkezzünk, vagy ne, egészen konkrétan szerintem kb. Fél percet. Hogyha tényleg a szerzeményről, tényleg a dalról szól, vagy tényleg mondjuk az, hogy az új magyar ötletekről, akkor ott van a helye egy ilyen típusú zenekarnak is, azt érezzük. Készültek a Belmondós fiúk, és hoztak ajándékot is, méghozzá egy pengetőt. Egy ilyen akusztikus felvétel természetesen nagy-nagy stábbal zajlik, úgyhogy próbálom megmutatni itt a kollégákat is, és megpróbálok nem átesni a különböző kábeleken, mert vannak itt azért, köszönöm a segítséget. Nagyon hirtelen gyorsan kell valami értelmezhető arányos dolgot összehoznunk, úgyhogy itt kell a rutin gyorsan. Szőlőke, gyere egy picit közelebb, gyere egy picit közelebb. Három elődöntőből 30 menedzserrel plusz zenészekkel állok kapcsolatban. Én tiszteletben tartom, és teljesen normálisnak tartom azt, hogy mindenkinek a saját dala az a saját gyereke, és nem mindegy, hogy hogy szólal meg, úgyhogy találjanak ki még utolsó percig bennit, azt mi elintézünk. Van nekünk egy csodálatos monitorunk, ahol látjuk azt, hogy mi következik, illetve hol tart az adás. Ez. Tényleg arról mit tudtuk, hogy... Ugye itt látjuk azt, hogy mikor kell nekünk beszélnünk, hogyha most még egyszer megmutatom, ott van az, hogy Bad Günther, na, ott kell majd beszélni, és aztán megszólal a Belmondónak. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen viszonylag egyszerű dolog. Zoli nem mondaná rá azt, hogy egyszerű, mert egyébként ez egy nagyon bonyolult dolog. A Petőfi Rádiót hallgatják. Ahogy ígértem pár perccel ezelőtt, a Belmondó elkészült, és felkészült arra a nagy-nagy feladatra, hogy előadja dalának akusztikus verzióját. Következik tehát a Petőfi Rádió virtuális koncert színpadán élőben a Belmondó és a Miért ne higgyen. Túl vagyunk az akusztikus perceken. Zoli, egyrészt hogyan értékelnéd? Szerintem tök gyorsan játszottuk, úgy, bármennyit, hogy jól.